Most pont azt nézem, hogy kicsit olyan soknak tűnik az alapanyag, pedig hihetetlen egyszerű lesz a recept, mert egy kicsit ilyen dobáljuk össze, meg nem is sütünk úgy igazából. Csokoládétortát készítünk, ehhez kexmorzsa lesz az alap, és nem megvesszük a boltból, hanem mi magunk készítjük el, úgyhogy ha ez a receptetek megvan, ezt bármikor tudjátok használni. A lisztet, a mandula lisztet, nem felejtjük el a kakaót, mert ugye csokis csokival, hideg vajat használjunk, mert hogy morzsásra keverjük az alapot. És közben most egy picikét flancolni fogok, sima sóval is működik, de én a csokoládéhoz nagyon szeretem használni a sópelyhet. Ez tényleg úgy néz ki, mint a pehely, mert a csokoládét mindig ellensúlyozzuk a sóval. Annyira jól kihozza a jó minőségű kakaónak az ízét, a jó minőségű csokoládénak is az ízét. Nagyon hamar megvan, jöhet is a tepsi. Zsupsz! A sütő már elő van melegítve 160 fokra. Egyébként egy hónapig bőven eláll a fagyasztóban. Tehát, hogyha így simán összenyom, ugye nagy a vajtartalma, akkor sincsen semmi baj, hogyha így összemegy, ne esetek kétségbe, mert egyrésztről, hogyha berakjátok a fagyasztóba, akkor azt is szoktuk egyébként csinálni, ezt most egy ilyen éttermi konyhai titkot árulok el, akkor egyszerűen fogjuk, és utána lereszeljük fagyottan, tehát úgy is abszolút működik. Irány a sütő, hopp, nem, mert minden cseppje számít. Irány a sütő, 160 fok, előmelegített ugye, és körülbelül 12 perc. Ameddig viszont sül, mert ugye ez még csak a keksz alap, mi pedig ezt a tortaformát szeretnénk majd kibélelni, ahhoz nekünk szükségünk lesz ragasztóra, és ezt a ragasztót, ez nem más, mint vaj és csokoládé. A vajat felolvasztom, jól néztek ki. Egy jó nagy tálba beletesszük, keresek valami használati eszközt, nagyon gyorsan fel tudom húzni, mert ezért most még nagyon forró, úgyhogy ne nagyon fogdossuk kézzel. Itt van nekünk a vajunk, jöhet a csoki. És ugye most azért nyilván össze is kell törnöm, hiszen valahogy a formát azt majd ki kell vele bélelni. Jöhet a forma, ugye most már nem sütjük, de azért vajjal ezt is érdemes kikenni, hogy könnyen kicsusszon a formából. Úgy érzem, hogy mindjárt megvagyunk. És legyünk őszinték, ne áltassuk magunkat, mert ha ti is ezt elkészítitek otthon, akkor le fogjátok nyolni az ujjatokat. Én most elmegyek kezet mosni, és utána megtöltjük a csokoládékrémmel. A fagyasztóban 15 percet töltött el összvisz, kopog, de nekünk most ez a lényeg, hiszen ebbe fogjuk beletölteni ugye a csokoládékrémet. A csokoládékrém hihetetlenül egyszerű, a tejszínt forraljuk, jó kis minőségű csokoládé, jöhet mellé a vaj már most, így, gyere vaj, gyere. Mogyoró likör, úgyhogy ezt a jó kis étcsokoládét megbolondítjuk vele. Majdnem kifort a tejszín. Adjunk az életérzésnek, és keverjük hozzá itt a csokoládéhoz. Ez egy minőségi csokoládékrém, tömény csoki csokival. Irány a hűtő, körülbelül 2-3 óra, és vágható és fogyasztható.